Kedves nézőim, most pedig Gál Zsigmondéval láthatnak egy stúdióbeszélgetést, aki a közelmúltban vette át a Szabadidő Központban pedagógus gyémánt diplomáját. Köszönöm a stúdióban Gál Zsigmondét, Margit nénit, ahogy azt hiszem mindenki ismeri, az ajkai tanítási életnek emblematikus figuráját, legendás magyar tanárát. Jó estét kívánok! Nemrégiben gyémánt diplomát vehetett át 60 év. Öregettem újra 10 évet. Után. Azonban azt gondolom, hogy ez csak egy megálló, egy állomás az ön életében, hiszen rendkívül aktív, azóta is tevékeny, versenyeken zsűriz. Annyira, amennyire még tudok tevékenykedni. Hol, merre járt az utóbbi időben? Tegnap este a keresztény orvosoknak tartottam előadást Ady Endréről, ugye a születése is adott erre most lehetőséget, meg hát az, hogy meghívtak. Amit még tudok, itt-ott zsűrizni a iskolákban, anyanyelvi, vagy szép kiejtési, vagy szavaló versenyeken, a Nagy László is László, például. Igen. Bár már azt hiszem, hogy lassan abba kell hagynom, mert jöjjenek a fiatalabbak. Aztán nyugdíjas klubokba járok el előadásokat tartani, ott is irodalmi téma. Ugye én egyértelműen magyar tanár létemre irodalmár vagyok, és nem nyelvész. Tehát irodalmi témájú előadásokat. Ha hívnak, szívesen vállalok, és hívnak, hál' Istennek, még mindig. Aztán magamat ellátom, és lehetőleg egy kicsit csütökfőzök a gyerekemnek, unokáimnak is. Ja, most volt az őszi szünet. 12-en ültünk asztalnál, és azért ez már nagy munka, de 3-4 nap alatt még megcsinálok egy nagy ebédet is. Talán én azt gondolom, hogy a Bródy gimnáziumban az is szerette az ön óráit, vagy szerette a magyart, aki amúgy nem szerette volna. Köszönöm szépen. Tudja, miből sejtem én ezt, Tibor? Hogy nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy rám ne köszönjenek, meg ne állítsanak. És akik rám köszönnek, azok többnyire tudják, úgy hangzik, hogy csókolom Margit néni, ritkán az, hogy tanárnő, és jobban is szeretem a Margit nénit. A baj az, hogy én nem mindig tudom, hogy ki az, aki rám köszönt, ki az, akivel beszélek. Mentségem az legyen, hogy egy alkalommal a kórházban szalad velem szemben egy kedves fiatal szőke asszony, csókolom Margit néni, hogy tetszik lenni, miért van itt? Beszélgetünk, aztán csak rákérdeztem, hogy de kinek az osztályában jártál? Én sose jártam a Bródyba, csak a nővérem. Hát, és lám, még ő is. Margit néni, ha megengedi, akkor így szólítom én is. Köszönöm szépen. Szeretem a Margit néni megszólítást. Hol? Mikor kezdődött? Mikor? 60 évvel ezelőtt, de hol kezdődött az ön pályafutás? Az én pályafutásom azt hiszem ott kezdődött, hogy nagyon szerettem olvasni, mihelyest a betűkkel megbarátkoztam már előtte is a képes könyveket. Édesapám pártolta ezt a kedvelésemet, szívesen vett nekem könyveket, segített verset tanulni. Valahol itt kezdődött. Aztán 4 évig, én a 8-osztályos gimnázium első 4 osztályában, tehát 4 évig magántanuló voltam, rengeteg időm volt, rengeteget olvastam. Aztán jött a gimnázium, a felső 4 osztályba, ami akkor úgy ment ugye, hogy 5.-6., 6.-ból megint 3.-ba mentünk, és 4.-be akkor jött az államosítás, én 51-ben érettségiztem. Hol egyébként? Székesfehérvár ott a Teleki Blanka gimnáziumban. Nos, ezek a változások hozták magukkal azt, hogy minden évben más magyar tanárom volt. És mindegyik nőjüktől valami mást kaptam, de mindegyik jó tanár volt. Mindegyiktől kaptam. Ahogy Keszei tanár úr ott állt az ablakban, a katedra melletti első ablakban a teremben, és onnan tanította a Toldi estéjét. És akkor hogy elgondoltam, hogy Istenem, milyen öreg a tanár úr, lehetett 31-nehány esztendős. Aztán jött Burbé Gábor, aki azt mondta, hogy tankönyv nincs, majd ő diktálja nekünk, hogy mi az, amit meg kell tanulni. Vagy... Esetleg, bocsánat, közbeszólok, ez lehetett azért is, mert nem értett egyet azzal, ami a tankönyv... Persze, hát abban az időben úgy változtak a tankönyvek, hogy egyik rosszabb volt, mint a másik.
Különben kezdő, ajkai kezdőkoromban én sem szerettem a tankönyveket, amikből tanultam. Még hadd mondjam az utolsó tanáromat, akinek nagyon restelem a neve, nevek, roppant hadilábon állok a nevekkel, neve nem jut eszembe, Istenem. Ő hozta nekünk a kortárs irodalmat. Szakörre is jártam és hozta abban az időben, tehát 50-51-es tanévben Illyés Gyulát, Zerg Zoltán, Szabó Pált, akik még akkor nem voltak, öregírók. Kortársak, igen. Akkor voltak, igen. Még nem öreg kortársak. Tőle ezt tanultam, egy Déri Tibor befejezetlen mondatát ajánlotta, amit én lelkesen ki is olvastam, mire a felvételi vizsgára került sor. Mondjuk a baj az volt, hogy én fizika szakkörbe is jártam, és nem ez volt a baj, hanem hogy érettségén az elnök úr megkérdezte, elnök eltárs, hogy olvastam-e Rákosi eltárs nyelvtudományi cikkeit. De majd sajnos nem. És Szabó Pálnak ezt és ezt a regényét, sajnos az sem. Tudja mit, kedvesem, ne menjen magam magyar tanárnak, menjen inkább fizikusnak. A fizika tételem jobban tetszett neki. És milyen jó, hogy nem fogadta meg a tanácsát, Margit néni. No, abban az időben volt az is, hogy egyszakosítottak bennünket. Én magyar történelem franciára jelentkeztem. Egy szakos magyar szakos lett belőlem, és az egyetemen is voltak nagyon jó tanárok az Eötvösön abban az időben, nyelvészek, irodalmárok, egyen Klanicai Tibor, aki akkor még fiatal ember volt, és úgy beszélt a szigeti veszedelemről, hogy azt én is meg tudtam szeretetni aztán a gyerekekkel. Tehát innen merített végül is a tanári pályáról? Elmondhatom, hogy hogy vizsgáztam nála? Hogyne. Életem első egyetemi irodalom vizsgája, sőt első vizsgája volt, első fél év első vizsgája. Lelkesen tanultam én a jegyzetet, eljutottam pont Zrínyi Miklósig reggel 7 órára, akkor már öltözni kellett, egész éjszakát végig tanultam, öltözni kellett menni be az egyetemre. Mit húz ki ilyenkor az ember? Zrínyi Miklós természetesen. Elfeketedett a világ. Aztán a gondolkodás idő alatt eszembe jutott, hogy mit hallottam én az ő előadásán, mit olvastam magát, nyilván Zininek a műveit is, meg hozzá néhány tanulmányt is. Hát valamit majd csak tudok mondani. Egész pályámra útmutató volt, ahogy a feleletemet értékelte Klanicai Tibor. Kollégina, nagyon örülök, hogy nem a jegyzetet magolta be, hanem van önálló véleménye, jeles. Sok ilyen tanul kaptam egyetemen, ilyen útmutatást. A módszertani tanároktól nagyon keveset, de egyetemi tanároktól jócskán ilyesmiket. Jutott eszembe kis közbevetésként, nekem is van egy ilyen élménye, pontosan a főiskoláról Lőrinci Júba, nem tudom mondani valamit a névönnek, pont ugyanígy jártam én is, hogy azt mondta, amit gondolok, és ő ezt értékelte. Nem tudom manapság milyen az egyetemeken a tanítás, de biztos, hogy abban az időben, én időmben is bizony voltak ilyen. Unokáimról azt tudom, hogy most is az egyetemen is teszteket töltenek ki. Margit néni, kezdő tanárként hol kezdte a pályáját? Várpalotán általános fiúiskolában. 5. osztályosoknak lettem az osztályfőnöke, és tanítottam 8. is. Azt hiszem 5., 7. és 8. osztályban tanítottam kezdőkoromban. A 8-osokat szerettem a legjobban. Az én érdeklődésem a középiskolás korosztályhoz kötődik. Egyetemen bent maradhattam volna 2 tanszéken is. Hívtak, mondtam, hogy nem. Én a középiskolásokkal akarok foglalkozni. És azokat lehet alakítani. Igen. És Lőn, ugye? És Lőn, hogy általános iskolába kerültem, mert a felkínált 2 gimnázium messze volt a szüleim lakóhelyétől, és én szerettem volna a szüleimhez közel kerülni. Így kerültem a Várpalotai általános iskolába. Az igazgatóm, mikor bemutattam az oklevelemet, megforgatta a piros diplomámat. Szép-szép. Majd meglátjuk, mit ér a gyakorlatban. Nem esett jól a megjegyzése, de tökéletesen igaza volt. Margit néni, mikor került Ajkára? Az eléggé köztudott, ugye, hogy én 56
őszén két röpcédulát lemásoltam és eltettem magamnak, aminek 14 év börtön és a közügyektől való 5 évre való eltiltás lett a következménye. Tehát nem tanít, ugye 57 januártól ültem 14 hónapot, 58 márciusában kiszabadultam, és akkor augusztusban kaptam állást, sok-sok utána járás után lettem három műszakban segédmunkás a Péti egyik kis üzemben, a Magyarországon és Földgáz Kísérleti Isten Intézetnek a Péti Kísérleti Telepén három műszakos segédmunkás voltam. Aztán elvégeztem a laboráns tanfolyamat, és akkor három műszakos laboráns voltam. Utólag azt kell mondhatom, hogy abszolút nem örültem sem a börtönnek, sem a segédmunkásságnak. Kétségbe voltam esve, hogy nem taníthatok. De a börtönben az emberismeretem óriásit fejlődött. Addig engem voltak között neveltek a szüleim nagy-nagy szeretetben. Tanáraim is szerettek, szóval nem ismertem én az igazi életet. És a börtönben tanultam meg azt, hogy azok a szerencsétlenek, 14 hónap az kis idő, kis bűnösök közé kerültem, hogy azokban a szerencsétlen oda kerültekben mennyi emberség, mennyi szeretetvágy volt. Olyanok, hogy amikor mi a kolléganőmmel, aki behozta a két röpcédulát, ugyanúgy megkapta a 14 hónapot, mint én, aki lemásoltam, ő is eltette, meg én is eltettem. Az ítéletben az volt, hogy izgatás ugyan nem történt, de mint egyetemet végzett pedagógusoknak tudniok kellett volna, hogy a tettük izgatásra okot adhatott volna. Ezért a volnáért ültük a 14 hónapot. Nagyon egyszerű, szerencsétlen kis zsebtolvajok és KMK-sok között voltunk, és mindenütt segítettek, ahol tudtak. Ha mi nem tudtunk magunknak meleg vizet szerezni, hogy megmosakodhassunk, akkor szerzett nekünk valamelyik erős raptásnő. Ha éjszaka bejött az őrmesternő, és leráncigálta a szalmazsákot, kiszórta a szalmát, hogy 10 perc múlva sarkosra legyen tömve, akkor segítettek, mert nem, hogy sarkosra, de sehogy se tudtuk volna megtömni. Szóval az, hogy az embereket mi szerint szabad, és mi szerint nem lehet mérni, azt ott tanultam meg. Na most az 5 év különböző munka, segédmunka, meg laboránság közben meg rengeteg időm volt olvasni. Én a kortárs magyar és világirodalmat, meg amit a képzőművészetről össze tudtam szedni. Nagyon jó könyvtár volt a Péti nitrogénműveknek. Azt én nagyjából ott kiolvastam mindent. Mi következett Pét után, Margitnél? Pét után jött Ajka, ugye 1963-ban a Pét nitrogén, akkor már az utolsó fél évben a nitrogénművek központi laborában dolgoztam, az ottani pártitkárnő, és járt bent a megyénél, mondotta, hogy segíteni akar, hogy én visszakerülhessek tanítani, meg akkor volt az ENSZ-el való egyesség is, Kanyál Kárár és az ENSZ-el való egyesség, úgyhogy én 63. augusztus 1-ével kaptam meg a kinevezésemet az Ajkai gimnáziumba. Roppant boldog voltam, és ide nekem az oroszlánt is. Osztályfőnök lettem, heti 29 órában tanítottam. Tomai Alajos azt mondotta, hogy csak azért nem 30 van, mert akkor nem túlul a díjat, hanem fél havi díjat kellene fizetni, és az több lenne. Szakkört szerveztem, irodalmi színpadot szerveztem, mindent csináltam. Hát olyan boldog voltam, hogy bekerültem a gyerekek közé. És végre a középiskolás korosztály. Igen. Ami és mindig... az az osztály, eleinte a többi osztályom is visszajárt, most már lassan úgy elmaradoznak, de az az osztály, amelyiknek akkor lettem az osztályfőnöke, az máig is rendszeresen összejön. A leendő, akkor még leendő férjem nevezte el őket nagy osztálynak, mert szerinte túl sokat foglalkoztam velük a tanítási időn kívül is, és annyival kevesebb jutott ő rá. De az a nagy osztály, az most is visszajár rendszeresen. Ha osztálytalálkozó van, akkor jönnek Szombathelyről, Gyöngyösről, Pécsről, minden. Margit, ez volt tehát akkor 1963-ban, ugye? 63-ban tetszik kezdeni, és onnantól kezdve nyugdíjazása még itt a Bródiban, igen. Itt a Bródiban. Végig. Számtalan osztály, számtalan. Így van. Gyerek. Így van.
Voltak nehezebb időszakok is közben, hiszen ez azért jó pár évtized eltelt itt a Brodyba, sok minden változott, gondolom, időközben, akár a gyerekek, akár az oktatási szisztéma. Talán a legizgalmasabb és legérdekesebb az volt, amikor bejött az új tagkönyvcsalád, 70-es évek végén, azt hiszem. Ugye évente jöttek a tankönyvek, egyetemi tanárok írták az egyes fejezeteket. Minden fejezetet más-más egyetemi tanár ki a maga szakterületéről. Nem volt egységes szerkezete a tankönyveknek. A nyelvezete az olyan volt, amilyen egy tudós embernek a tudományos stílusa. Gondoltam, Galnicai Tibor visszaköszönt, gondolom, a tankönyvekbe. Hát nem is tudom, hogy ő benne volt-e. Azt hiszem, már nem. Nem? Már nem. Már akkor ő nem. Akkor már az újabb generáció jött. Nagyon megkínlottunk azokkal a könyvekkel. Nagyon megkínlottunk, de volt egy nagyon jó osztályom. Azzal az osztállyal mi végig csináltuk az új tankönyv családot, elsőtől kezdve. Latin idézetek is voltak a tankönyvben, második osztályban már egy onnan vett latin idézet díszítette az osztálynak a falát. Új szerzők, soha nem hallott költők neve, volt a hal éjjé dala, nem emlékszik rá egy német szerző. Szégyengyalázat a magyar tanára, hogy most a költő neve nem jut eszembe, a hal éjjé dala. Egy ilyen romboid alakban, titátá, tififitátá, ahogyan a hal beszél. Ezt is már tanultuk, ezt a verset. Aztán egyik szünetben oda jönnek körém. Ez volt az az osztály, honnan a szünetekben nem lehetett kimenni. Körbefogtak, és kérdezősködtek. Ilyen rendkívül, egy csodálatosan jó társaság volt, amelyikkel nagyon jól lehetett együtt dolgozni. Ők is élvezték, meg én is. Találták egy versét ennek a költőnek, elolvasnám, hogy mi a véleményem róla. Jó, adjátok ide, elolvastam, lestek nagyon. Hát mondom, gyerekek, én ezt a költőt igazániból nem ismerem. Annyit tudok róla, amennyit ti is, amennyi a tankönyvben benne van, megvalom, nem is néztem utána. De én ezt a verset nem tartom olyan nagy költeménynek. Erre kitört a röhögés belőlük. Nagy Lajosnak a fia írta a verset. Kollégámnak a fia. Csak kipróbáltak engem, hogy mit szólok hozzá. És megállta a próbát ezek szerint. Margit néni akkor mind a mai napig aktívan tevékenykedik, ahogy tetszett. Olvashatok, hál' Istennek tudok még olvasni, sokkal lassabban, ez a gondtiból, hogy sokkal lassabb vagyok cselekvésben, járásban, mozgásban, olvasásban, az eszem mozgásában is. Sokkal lassabban megy az olvasás, nehezebben megy a felfogás. 2 hónapig olvastam, de végre elolvastam ifjúkori tartozásomat, Thomas Mann József és testvérei című regényét. Teljesítettem. Még vannak olyan regény tartozásaim, amelyeket el kell volna fiatalkoromban olvasni, és számon tartom őket, úgyhogy még élni fogok egy darabig, mert a tartozásaimat lerogom. Margit néni, ezt kívánok, nagyon sok jó egészséget önnek, és további minden jót. Köszönjük szépen. És köszönöm a sok-sok szeretetet, ami árad felém.